estét kívánok, kedves vendégeink! Nagyon sok szeretettel üdvözlöm Önöket itt a könyvtárban ezen a mai esten. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan elfogadták meghívásunkat, és megtiszteltek bennünket, hogy eljöttek erre a könyvbemutatóra. Sok szeretettel üdvözlöm körünkben polgármester urat, képviselő urakat, valamint engedjék meg akkor, hogy bemutassam Önöknek a mai est fő vendégét, Elizabeth Knödler asszonyt, akinek könyvét fogja ma bemutatni, valamint Kis Pált, a Magyar Közlekedés igazgató főszerkesztőjét, akinek keze nyomán létrejött ez a magyar fordítás, illetve szerkesztés, és nagyon köszönjük, hogy itt a könyvtárunkban mutatják be először ezt a könyvet. Én megkérném Patocskai Lászlórat, Bácsalmás baráti köre egyesület részéről, hogy köszöntse ő is vendégünket, Knödler asszonyt. Engedjék meg, hogy a bácsalmási baráti köre és a bácsalmási polgárok nevében is köszönje meg mind a szerzőnek, mind a kiadónak azt a lehetőséget, hogy ez a könyvét megjelenhetett. Köszönöm szépen még egyszer, kedves Liszka, a baráti kör és a polgárok nevében. Nagyon szépen köszönöm. És akkor megkérném Kis Pál urat, hogy köszöntse ő is vendégünket, illetve szóljon néhány szót a könyvről. Tisztelt polgármester úr, hölgyeim és uraim! Azzal szeretném kezdeni, hogy az én számomra az sokkal fontosabb, hogy egy kiadóvállalatnak a vezetője vagyok, annál, hogy én Bácsalmáson születtem, büszke vagyok arra, hogy itt születtem, innen indultam, és az én pályafutásom nagyon kötődik ehhez a könyvtárhoz. Én nagyon sok szép évet töltöttem itt a földszinti klubterembe, és nagyon sok szeretettel gondolok azokra az emberekre, akik segítettek az én pályafutásom indulását. Annak is nagyon örülök, hogy két év után egy újabb bácsalmási könyvet mutathatok be Önöknek. Mint bizonyára emlékeznek rá, két évvel ezelőtt Szénesi Harton Edit könyvét mutathattam be a megjelenés alkalmából. Most szíves figyelmükbe szeretném ajánlani Elizabeth Knödler asszony visszaemlékezését, amely egy könyvsorozatnak az első kötete lenne, amelyet Bácsalmás könyvek címmel szeretnék indítani, és ezt a könyvsorozatot én Fekete Dezső emlékének szeretném ajánlani. A Baknamból visszanézve a kitelepített Bácsalmás és Vápság emlékkönyve. Egyben Bácsalmás és Baknam együttműködésének, összefonódásának szimbóluma is. Ennek a könyvnek a megjelenése unokabátyámnak, Patocskai Lászlónak köszönhető, mint az előszóban is írja, ő szorgalmazta, hogy a Baknami memoárt magyarul is kiadjuk, és én erre nagyon nagy örömmel vállalkoztam. Hogy miért pont most jelenik meg ez a könyv, ennek egyetlen egy aktualitása magyarázata van, amely az én számomra akkor vált világossá és realizálódott, amikor a januári Hunyadi bálon találkoztunk a baknandi vendégekkel, illetve a baráti kör tagjaival, ahol arra emlékeztek vissza, hogy 40 évvel ezelőtt milyenek voltak az első találkozások, az első kapcsolatfelvételek. Ezeknek a kapcsolatfelvételeknek a dokumentumai láthatók a könyvben, és láthatók itt a molinón is, amely szintén a könyvet szimbolizálja. Ez a molinó két részből áll, a bal oldalon vannak a családi dokumentumok, és a jobb oldalon pedig a baknandi bácsalmási együttműködésnek a dokumentumai. Természetesen a könyvben több fotó jelenik meg, és azt gondolom, hogy ez egy hármas egysége összefoglalja a két város találkozását és a két város összefonódását. Mint ahogy a László is említette, ebben a körben Elizabeth Knödler asszony született Fleckenstein Erzsébetet, mi Liszkának szólítjuk, talán megengedik Önök is, és elsősorban Liszka, hogy itt a következőkben én is Liszkaként említsem. Ez a könyv a kitelepítés krónikája. Családkrónika, falutörténet, egy tizenéves kislány emlékei unokáknak elmesélve. Nem háborús sztori, miközben a háborús évekről mesél, egyszerűen úgy, ahogy ő, illetve a családja, a Fleckenstein család átélte. Megható történet, a ragaszkodás könyve, ragaszkodás egymáshoz, de természetesen elsősorban ragaszkodás az élethez,
ragaszkodás Bácsalmáshoz, Magyarországhoz, és ragaszkodás ma már Németországhoz, Backnanthoz. Végig követhető a könyvben, és ma már szinte természetesnek tekinti az olvasó, majd elolvassa, hogy amíg a 13-14 éves kislány Magyarországot tekintette hazájának, ma már Németország a hazája, ott van az otthona. Úgy is mondhatnánk, pedig ők nem is akartak elmenni. Menekültek az oroszok elől. De amint véget ért a háború, hazaindultak. Haza Bácsalmásra. A magyar határon, Hegyeshalomnál azzal fogadták őket, maguk németek, menjenek vissza Németországba. Nem mentek. Bácsalmáson azonban a kitelepítés hirdetménye várta őket. A jelenlévőknek nem kell különösebben mondanom, hogy Bácsalmás életében mindig meghatározó szerepe volt az itt élő svábságnak. Elég, ha csak végigmegyünk az utcákon, akár a Kossuth utcán, akár a Rákóczi utcán, látjuk a szorgos név, sváb emberek munkáját, amelyek ma is a legszebb épületek ebben a szép városban. Erdély Ferenc azt írta a Futóhomokban, hogy Bácsalmáson a német szellemiség uralkodik. Ez természetesen ő a 30-as évekre értette, de ne felejtjük el, hogy a háború előtt Bácsalmás lakosságának több mint a fele német ajkúnak vallotta magát. A következetes, már-már ideg realizmus a könyv egyik érdeme. Nem beszél arról, hogy mindaz, ami velük történt, miért történt. Nem védi a németeket, nem védi a svábokat, nem keres felelősöket, csak elmondja, merre jártak, mi történt velük. Ő beszél először a partizánokról, a bácsalmási partizánokról. Idézőjelben értelmezem én a partizánokat. Úgy gondolom, hogy 65 évvel a háború után, már ez sem titok, ma már erről is beszélhetünk, sőt beszélnünk is kell. Tudjuk a szüleinktől, a nagyszüleinktől, hogy ők nem voltak partizánok. Bunyavác fiatalok voltak, akiket rendfenntartóként próbáltak foglalkoztatni az orosz katonák, az orosz hadsereg, de ők többnyire beszállásolták magukat a svábházakba, és randalíroztak, raboltak, amit lehetett. Igazságos volt-e a kitelepítés? Kérdezte egyik osztálytársa Liszkától, nemrégiben egy osztálytalálkozón. Szeretném leszögezni. Mi magyarok nem fogadjuk el a kollektív bűnösség elvét. Mint tudjuk, ez alapján történt a kitelepítés, a győztes nagyhatalmak döntése alapján. És ez vonatkozott az ide telepített felvidéki magyarokra is. Mint közismert, a kitelepült svábokat az ide telepített felvidékiek váltották. Úgy is mondhatnánk, hogy az egyik üldözött nép házaiba egy másik üldözött nép költözött. A kitelepítés mindkét részről, szögezzük le, igazságtalan volt. Ugyanúgy, mint a zsidó üldözés, vagy mint az említett partizánok, bunyavácok megkurcolása az 50-es évek elején, a láncos kutya években. Liszka azt üzeni a fiataloknak, hogy mindaz, ami velük történt, legyen számukra is figyelmeztetés, hogy soha ne legyen többi háború. Ezért is szeretnénk, ha minél több fiatal elolvasná ezt a könyvet. Nem szeretnék részletekbe bocsátkozni, szeretném, ha minél többen elolvasnák ezt a könyvet. Egyet ígérhetek, érdemes lesz elolvasni. Nagy-nagy érdeme a könyvnek, hogy arról is beszél, hogyan éltek akkoriban a svábok. Emléket állít olyan fiataloknak, akik már a háború után veszítették életüket értelmetlenül. Azt nem tudjuk, hogy miért pont Backnanthnak jelültek a bácsalmásiak. De jellemző Liszka megjegyzése a kipakolás napján. Itt vagyok a svábok között, nem értem, mit beszélnek, és én voltam a büdös sváb bácskában. Az idő minden sebet begyógyít, szoktuk mondani. És ez a kitelepített bácsalmási svábok esetében is valósággá vált az elmúlt évtizedekben. Liszka úgy fogalmazott, hogy egyetlen egy kitelepített svábbal sem találkozott, aki haragudna Magyarországra, és a többségük kötődik Bácsalmáshoz, gyökereikhöz, és amit lehetségessé vált, közvetlen kapcsolatokat kezdeményeztek. Mint említettem, a könyv előszavában László összefoglalta a Bácsalmás-Backnanth kapcsolat eddigi legfontosabb állomásait, és ezeket dokumentálja a színes melléklet is. A könyv egyik gyöngyszeme, és mindenkinek szíves figyelmét ajánlom majd, Liszka osztályfőnökének levele. A Backnanthban élő 50 évesek találkozójára hívta meg Mária Adalbertina nővért, aki 1981-ben természetesen sajnos nem tudott kiutazni hozzájuk. Levele egy nagyszerű ember üzenete, azt hiszem az utókornak is. Engedjék meg, hogy végezetül egy személyes történettel zárjam a bevezetőt. 1990. szeptemberében Londonból jöttem haza.
Amikor felmentem a Malév gépre, stewardessek szóltak, hogy Szász Béla is itt van az utasok között. Mi tagadás, a Malév jóvoltából bejártam a világot, és gyakorló újságírókon nagyon sok nagyszerű emberrel találkozhattam. Szász Bélát azonban soha nem fogom elfelejteni. Szász Béla a Rajkner egyik áldozata, illetve az egyik elítéltje, akinek a Minden készen című könyve, memoárja egy világsiker. Amikor Ferihegyhez közeledtünk, megkérdeztem tőle, miért csak most jön haza. 56 óta annyiszor jöhetett volna haza. Tulajdonképpen nem volt akadálya, hiszen Kádárral együtt ültek a börtönbe. Szász Béla rám nézett, csak annyit mondod. Tudod, fiam, azt szokták mondani, minden idősebben hazafelé igyekszik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Fogadják ezt a könyvet olyan nagy szeretettel, amihez szeretettel mi hoztuk Önöknek, Várcsalvásnak, szülővárosuknak. Köszönöm szépen! És akkor megkérném a szerzőt is, hogy arra szólt, hogy meséljen egy kicsit nekünk. Jó. Szabad először azt mondani, hogy csak magyarul fogom mondani, és remélem az a kis pár német, aki itt van, mindenki mellett ül egy dolmács. Mélyen tisztelt, kedves Pali, kedves László, hölgyeim és uraim! Először is köszönöm a meghívást és a szívélyes köszöntő szavakat. Ezen kívül mindannyiuktól elnézést kell kérnem, mert a magyar nyelv ismeretem már nagyon gyenge. Ott, ahova a sors elvitt engem, nem volt sok, úgy is mondhatnám, hogy semmiféle alkalom gyakorlásra. Ennek ellenére mégis meg akarom próbálni. Annak időben Baknangban, illetve a környékén először is svábul kellett nekem megtanulnom az ottani nyelvjárás, amelyet egészen más volt, mint a miénk, és melyet én, Pali már mondta, egyáltalán nem értettem, hogy ez a nyelv éppen nem egyszerű, azt az ottani emberek is tudják. Tréfázon szokták mondani, a gyerekeik két nyelvűen nőnek fel, némettel és a svábbal. Azért is magam csodálkozom most, hogy itt állok és itt lehetek. Ezt még a legmerészebb álmomban nem tudtam volna elképzelni, hogy én, mint nagymama, ide visszajöhetnék. Másodszor pedig nagyon örülök annak, hogy így is alakult. Mert akkor is, ha most már más otthonom van, ki tudná a szülővárosát, de főleg a gyermekkorát elfelejteni. Mert bizony ezeket az időket itt töltöttem, sok másokkal együtt, akik közül most és jó hányan itt vannak, aminek nagyon örülök, és amiért nagyon hálás vagyok. Most az utódaimnak, és az unokáknak leírtam az emlékezéseimet. Hadd tudják meg, hogy honnan jött az ő nagymamájuk, és ebből Kispál úr és a kiadó vállalata egy könyvet csinált. Talán igaza van, hogy az embereket ez érdekli, miként is volt akkoriban, és mi tört a magyarok svábokkal,
vagyis a magyaros is svábokkal. Én magam is azon csodálkoztam Baknangban, hogy milyen nagy volt az érdeklés, ahol én ott 300 német ilyen könyvet adtam el. Az akkori időkben tényleg nem minden szép volt, de gondolom, valószínűleg mindannyiunkat elvakított az előre törő nemzetiség. Mindannyiunkat. Tehát az annyit jelent, hogy mindannyian hibáztunk is. A kispál úr kibővítette az előszómat, az enyémet, és ha azt jól értettem, akkor az az értelme, hogy közölni kell, mert a jövőben mindenki, magyarok, bunyevácok, svábok, nem csak egymás mellett, hanem egymással és békén élhessenek. És természetesen azt is, hogy ilyesmi soha többé ne fordulhasson elő. Tiszta szívemből csatlakozom én is ehhoz a kívánsághoz. Lassan végre kell kerülnem, csak még annyit. Én nagyon örülök, hogy Baknang és Bácsalmás testvérvárosok lettek. Remélem és szívből kívánom, nőjen ez a kapcsolat akkor is, ha mi öregek már eltűnünk. Hoztam én Baknangból prospektusokat, és mindenkit, aki ez érdekel, tessék elvinni. És ha egyszer kedves hallgatóim Németországra jönnek, Baknangba utaznak, én a Südstrasseben lakom, nagyon örülnék, ha meglátogatnak. Köszönetet szeretnék most még mondani kiadónak, a sok és a sok dolgozóinak, mindenek előtt Kispál úrnak, aki fáradozásaikért és a könyv létrehozásáért tett munkáért. Köszönöm. Köszönöm a bácsalmási barátainkat, Knak, also nohamal. Köszönöm a bácsalmási barátainknak, és elsősorban a Patocskai Lászlónak, aki minden hajtó erő volt. Mindannyiuknak köszönöm, hogy eljöttek, és köszönöm figyelmüket. Engedjék meg, hogy ezt a könyvet, amit máma bemutattunk, az első embernek, Bácsalmáson a polgármesternek átadom. Ha már megszólítottam, kedves Liszka néni, tisztelt vendége, kedves hölgyeim és uraim, szeretnék néhány szót én is szólni, nem mint polgármester, hanem mint egyszerű olvasó. Én már, megmondom őszintén, megkaptam ezt a könyvet a Lacitól, tehát ez már a második, de elköszön. Szerda délután kaptam, és mondhatom azt, hogy szinte egy ültőhelyembe kiolvastam, még az este. Annyira olvasmányos, gördülékeny, jó nyelvezetű, és mondhatom azt, hogy egy számomra izgalmas könyv egy. Mindenkinek ajánlom, és csak alá tudom húzni azokat a gondolatokat, amiket Kispál úr az előbb ezzel a könyvvel kapcsolatban elmondott. Bennem is néhány gondolat fölmerült, és szeretném ezt megosztani önökkel.
Az egyik az, hogy a könyv szinte minden lapjáról süt a bácsalmási iránti szeretet. Ahogy elhangzott, egészen addig, míg Németországban, Baknánban le nem telepedett Liszka néni, egész addig a bácsalmás volt az otthona, hazája, ide szeretett volna visszatérni, olvashatjuk a könyvben, hogy egyszer sikerült is, aztán újra el kellett lenni. Tehát még egyszer mondom, a bácsalmáshoz való kötődés az érződik az egész könyvben. A másik, ami számomra nagyon megfogó volt, megható, az az összetartás, az az együttműködés, amit a kitelepítés során mind egymással szemben tanúsítottak, illetve egymás mellett tanúsítottak, egymás vonatkozásában, illetve, hogy ahogy faluról-faluról, településről-településre jártak, az ottani emberek befogadták őket, szobát adtak, élelmet adtak, szállást adtak, tehát segítették azokat a személyeket, akiknek a hazájukat el kellett hagyni. Végezetül nem akarok nagy szavakat mondani, de mikor végigolvastam a könyvet, akkor Kertész Imre, a Nobel-díjas írónk, Sorstalanság című könyve jutott eszembe. Gyakorlatilag a szituáció hasonló, ott is egy fiatalember, gyerek vagy fiatalember, teljesen mindegy, hogy hogyan fogalmazzunk, akit elszakítottak a hazájától, átéli a történelem viharait, sokszor nem értve a nagy politikai eseményeket, hiszen például a könyvben is olvashatjuk, hogy csak hónapokkal később a háború befejezése után tudták meg, hogy véget ért a háború, és leírják a saját érzéseiket, gondolataikat őszintén, nyíltan, ahogy egy fiatal ember, egy fiatal gyerek látja. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a könyv, ez egy kincs, ez egy olyan érték, amelyet tényleg mindenkinek ajánlok elolvasni. Még egyszer mondom, én nem tudtam letenni, egy este kiolvastam. Én megköszönöm, hogy el tetszett jönni, megköszönöm azt, hogy itt ezt a könyvet bemutattátok, és megköszönöm mindenkinek, hogy eljött. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, csak annyit szeretnék végezetül mondani, hogy fogadják szeretettel a könyvet, ez egy ajándék bácsalmásnak kettőnk részéről, és természetesen utána Liszka valamennyi kérésnek dedikálja a könyvet. Köszönöm szépen a figyelmüket, és minden jót kívánok, és fogadják szeretettel. Ja, bocsánat, hogyha bárkinek nem akarom. Kiadtam ezt a könyvet Németországba, és hogy ott hogy fogadták, és hogy az itteni, a helyi fogadtatás, az jó volt-e, milyen érzésekkel töltött el az, hogy ide jöhet, és itt, ahonnan elindult, most megérkezett, és hogy érzi ezt? Szeretném megkérdezni. Hát ha most ezt a kérdést jó is megértettem, akkor először is Baknánba leírtam, és az újság hozott egy nagy cikket, és azon csodálkoztam, hogy az ottani svábok nagyon érdeklődtek érte, és mondtam, hogy 300-at adtam el. Én nem akartam egy, hogy kell mondani, felák, mondd csak. Kiadó lenni. Igen, ilyen kiadó, ja. Én saját magamhoz vittem Baknánba, ott van egy olyan nyomda, és ezt csinálta, és akkor úgy adtam el. Na hát, jön a Patocskai László, és mondja, hogy hát ezt magyarul is lehetne hozni. Na mondom, annyit, azt láttátok, hogy nem tudok annyira már magyarul, és azért segített a Pali. Szívesen. Ha idejövök, én szeretek idejönni, mert tényleg úgy van, hogy ha itt vagyok,
akkor a gyermek, akkor még én gyermek vagyok. Itt voltunk, megyünk a húgommal, oda, ahol a nagypapa élt, ahol a nagy bátya élt, ott volt a, ennek a háza, ott volt. Itt így szaladtunk, meg itt estünk az árokba, meg ilyen marhaságokat, amit a gyerekek csinálnak. De őszintén azt is mondom, hogy szeretek vissza haza is menni. Nekem most ott van a hazám. Köszönöm szépen! Tulajdonképpen röviden összefoglalva a családtörténetnek az a jellegzetessége, hogy 1944. októberében elindultak Ausztria, Németország felé, menekültek, ahogy jöttek az oroszok, mint a jelenlévők közül nagyon sokan tudják, október 19-én értek ide az oroszok vácsalmáshoz, október 9-én indult el a család Szilézia felé. Ez a családtörténet olyan szempontból rendhagyó, bár a svábság magyarországi irodalmában, a kitelepített irodalomban nagyon sok olyan példa van, amelyről egy kitűnő történész Tóth Ágnes írt egy könyvet, Hazatértek, és tulajdonképpen a Liszka könyve is ezt a Hazatértek szimbólumot erősíti. Az a történet, amelyet a Tóth Ágnes megírt, az a háború után hazajöttek, visszatértek. Különben nagyon jellemző, Kunszabó Ferencnek van egy írása, amely egy bácsalmási svábnak a történetét dolgozza föl, és abban az az érdekes, hogy 56 után, amikor az első amnestiát meghirdette a Kádár kormány, akkor nagyon sok bácsalmási sváb hazajött. Ugye a Lászlótól tudom, és szoktunk erről beszélni, hogy nagyon sok család úgy gondolta ezt, hogy bár kitelepítették a szülőket, de a gyerekek a hadifogságból hazajöttek, hogy maradjanak itthon, majd ők védjék a házat, a földet, és majd ők egyszer hazajönnek, és akkor egyesülni fog a család. Az ő történetük, hogy visszatérjek a Hazatértek történethez, az az, hogy elindultak, menekültek az oroszok elől, és amikor vége lett a háború, és nagyon örülök annak, hogy az Endre ezt a drámai pillanatot észrevette a könyvben, amikor én a fordítást írtam, egyszerűen megdöbbentem, és két napig azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen ez a szituációval mit kell kezdeni, hogy véget ért a háború 1945. májusában, és a család, akik éltek, ugye Velszbe, Ausztriában, a Linz mellett a hegyekből, dombok között egy parasztnál dolgoztak, nem tudták, nem vették észre, hogy véget ért a háború. Én ezzel sokat gondolkodtam, de mivel én is jártam Velszbe és Linzbe, ahogy belegondoltam, hogy ugye a háború Prága-Berlin vonalán húzódott, a másik oldalon pedig Olaszországban, és ők egy olyan szituációban, földrajzi szituációban voltak, ahol tényleg nem vették észre, hogy véget ért a háború. Hazajöttek, és ugye a Hegyeshalomnál is van egy nagyon jellegzetes történet, ahol elmondják, amit idéztem, hogy önök németek, ne jöjjenek többet Magyarországra, mert a magyarok nem akarnak több háborút. És akkor az édesanyja, a Liszka édesanyja azt mondja, hogy ha az én férjem jó volt magyar katonának, akkor mi talán ugyanúgy kérhetjük azt, hogy Magyarországra vissza tudjunk jönni. Talán van még egy kötelezettségünk, az, hogy elmondjuk azt, hogy a húgod Anni is itt van közöttünk, és őt is nagy szeretettel köszöntjük. A történetnek főszereplője a mama, és ez ugye azt gondolom, hogy a háború időszakában minden sváb és magyar családban az anyák, a nagymamák voltak a főszereplők. Nekem van egy osztrák partnerem, egy kitűnő ember, akit önök is a televízióból biztos ismerhetnek, aki azt szokta mondani nekem, hogy tudod, ott voltak Titanikon azok az emberek, vagyonuk volt, mindenük volt, egy dolguk nem volt, szerencséjük. Én úgy gondolom, hogy a Fleckenstein családnak ebben a háborúban olyan szerencséje volt, hogy senki nem meghalt meg közülük a háború alatt, és 1948-ban Baknamban tulajdonképpen egyesültek. Ezt úgy kell érteni, hogy az édesapjuk ugye orosz hadifogságból ért haza 47-ben, azonnal elindult bácsalmásról Baknamba. Igen.
Ugye 1945-46 után, meg az utána következő évtizedekben Vácsalmás lakossága az nagyon kicserélődött. A kitelepítés következtében, más népcsoportok mozgása következtében, a menekülők és azok a népek, akik délről jöttek, azok tovább mentek. De én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép kultúra. Ezt a szót kell használni, hogy kultúra, a Baknand és Bácsalmás közötti együttműködés, és azt hiszem, hogy ez egy példaértékű történet, egy példaértékű kapcsolat, és mi az idősebbek azt kérhetjük a fiataloktól, hogy folytassák ezt. Köszönöm szépen! Azt kívánjuk mindenki! Most már. Köszönjük szépen akkor, hogy megtisztelték Knödler asszonyt jelenlétükkel, meghallgatták, és jó éjszakát kívánok mindenkinek. Az élet ma mindenki ingyen kapta, de természetesen ez pénzbe kerül, hogy ezután kérni fog még a szőröntök kapni 1200 forint előtt. Ne is szerepel ez a láttad? Igen. A polgármester úr. Igen. Csak akkor még sötétebb volt. Igen? Mi láttuk egyszer egymást a kikliségnél. Emlékszik még? Igen. És a gyerekeknek viszed? Van valami külön? Köszönöm szépen, szépen.